egy jelmezhez illő kis arcfestést készítettek Ádámnak, koponyással. A csontvászhoz koponya, a tündérhez pedig például pillangós arcfestés illik, legalábbis ez derül ki az öreghegyi közösségi ház kicsiknek szervezett farsangi mulatságán. Sokan vettek részt a programon, és minden gyermek jelmezben érkezett a bulira. Egy plusz lehetőség, hogy a gyerekek beöltözhessenek. Jó bulinak tűnik. Hogy érzitek magatokat? Mire vagytok a leginkább kíváncsiak? A mesére mindenképpen. Meg amikor majd sok gyerek összegyűlik, akkor nyilván mindegyikük fogja egymás jelmezét nézni, és ők eleve adják majd a hangulatot. Az öreghegyi közösségi ház hagyományos programja a farsangi mulatság, mint azt a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársa mondja. Most is olyan programokkal készültek a kicsiknek, hogy a szórakozás mindenki számára garantált legyen. Az öreghegyi közösségi házban rendeztük meg ezt a farsangot, ez egy nagyon népszerű a gyerekek körében, az óvodások és a kisiskolásokat vártuk nagy-nagy szeretettel. Andi Bohóc interaktív műsora volt az egyik programunk, a másik egy arcfestés és csillámtetoválás, ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Lehetett kézműveskedni, itt maszkokat készítettünk, békát, kacsát, baglyot, cicát. A kicsik szívesen vettek részt Andi Bohóc interaktív műsorán, a farsangi jelmezes felvonuláson, és a délutánt egy bábelőadás zárta. A Batyú Színház Furfangos Székelymese című előadását hozta el Öreghegyre.